Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Green Project című sorozatunk 46. epizódjával. Folytassuk tovább a kalandunkat. Azért lenyomok egy mentést, mert az előző alkalommal nem sikerült lementeni. Majdnem elveszett a dolog, úgyhogy inkább lementünk egyet. Igen. Várjuk a kaját, mindjárt érkezik, egyébként nem kell aggódni, kedves játékosom. Itt van, mindjárt készül. Mindjárt készen van, viszont megint el kell mennünk fáért mindjárt. Mindjárt megint a... Na, akkor titeket most elfogyasztunk. Majd mindjárt bedobunk még egyet. Jó. Viszont mielőtt még bedobunk, én azt mondom, hogy szerintem most elmegyünk a lenti részre. Megnézzük, hogy hol tart. És várhatóan amint végzünk, a kukorica akkor már vissza fogja nőni magát. Illetve már meg fog növekedni a kukorica. Visszafelé kivágjuk ezeket a fákat is. Bár ki tudja. Mert hogy nem lesz helyünk, már tudunk kelni. Na nézzük. Te már szép út vagy. Ó, köszi játék. Igen. Jó. Egyre kevesebb a butyi. Nagyon közel voltam az egyik butyihoz, de még nincs átmenet. Még nincs átmenet. Viszont az, hogy van most sipka a fejemen, az segíti megakadályozni. Á, nem? Azt hittem, hogy... Tehát segíti megakadályozni, hogy legyen nekem megfázásom. Úgyhogy most ez a sapka az arra jó. És most neki látunk egy kicsit írtani, mert most kell. Ó, egy mag. Sosem árt. Főleg azért, mert itt viszont egyelőre nullán állunk ökóügyben. Így nőttünk. Ja nem, ez annyi volt, 90-nél kezdtünk. Hiszem. Hiszem csak 5-tel stekkelhető, úgyhogy szerintem megyünk haza. Igen, mert 5-tel stekkelhető, igen, emlékszem. Abban a házban voltunk, ebben a házban is voltunk. Kizsákmányoltuk. Emlékeim szerint több ház nincs is egyébként. Itt még a dobozokat azt meg kell nézni, mert azt viszont nem néztük itt meg a konyhában, mert azt gondoltuk, hogy azt nem kell átnézegetni. Viszont mégiscsak. Szent János bogár most még nem kell, mert nagyon jól állunk belőle. Á, elkészült a kuki. Ja igen, és azt mondtuk, hogy még egyet bedobok. Így. Többi kuki pedig bemegy az éléstárba. Ó, van 3 darabunk, és most van a kezünkben még 2. Akkor ez azt jelenti, először is kéne helyet csinálni. Most bedobom ide átmenetileg a gyapotot. Így, 5 darab. Ez azt jelenti, hogy még egy kör kaját tudunk belőle készíteni. Már össze is dobtam. És mindjárt bedobjuk a fára valót. Így, ott van a fára való. Akkor itt van a faágra való. És akkor... Tehát a gyapot kicsit följebb kell menni, mert nem éljük el. Hát... Most igazából addig berakhatjuk ide. Na. Oké. Okiból 31, az nagyon jó. És van egy kis komposzt, azt is most gyorsan elnyessük.
Jó. Az a baj, nem merek bemenni a barlangba, mert ezek mindjárt kinőnek. És nem akarom, hogy el is vesződjenek. Mert csak komposzt lesz belőlük, nem pedig kuki. Hopp, egy újabb. Ó, azok kellenek. Adj csak ide. Hú, és nem is egyedül van. Egy teára való itt összegyűlt. Szerintem ezt meg is főzöm. Mozsár kell neki. Ez tényleg kívülről fújjuk ezt a receptet. Így van. És megvárjuk, amíg a kaja elkészül, és csak akkor fogok tudni ezzel dolgozni. Hát már pedig én nekilátnék egy kicsit a azért a fa termesztésnek. Azért mégiscsak az a feladatunk, hogy az ökopontjainkat visszarakjuk a lehető legjobb értékbe. Meg mondjuk területeket is szerezzünk a... Azt nagyon jó lenne. Azaz. Azaz. Most azt ad nekem. Töké. Ezt mondjuk nem tudom, hogy a pecsétbe szereztük meg ezt a két zöld területet. Ez egy kicsit érdekes nekem. Annyira kiterjed a fa. Még egy ökópont. Hát ezek fognak mindjárt megnőni a tervek szerint. Illetve ha jól megérzem, de lehetséges, hogy mi most gyorsan elmegyünk a... Igazából azt is megcsinálhatjuk, hogy gyorsan most bekajálunk, és most elmegyünk és lebányásszuk, és minél hamarabb visszajövünk. És ezügyben meg is tettük a lehető legnagyobb maximalitást, helyspórolást is. Ezt is bedobjuk. Horgászbot. Ja nem, az nem horgászbot, hanem a lámpa a fejünkre. Oké, na menjünk! És akkor reménykedünk, hogy találunk ott valami olyan receptet, ami nekünk nagyon jól jön. Hú, itt is nagyon sok a budli. Valamit itt nagyon véd. Ide is kell majd ültetnünk szerintem egyet. Ma az is valamit ott nagyon véd. Na nézzük! És le van zárva a kapu, illetve ez itt le van zárva, az a nagy kérdés, szándékosan le van-e zárva, vagy ki tudjuk ezt mi nyitni. Nem, ki tudjuk nyitni. Na nézzük, mit találunk. Itt egy útvesztő gyanú. Ide be tudok menni, gomba. Ó! Te mi vagy? Szikla. Ugyanaz a receptje.
az agyag lesz, de tippem szerint. Lehet, hogy igaza van Attilának, hogy ez egy bánya. Viszont útvesztős bánya. Azért azt ki kell mondani. Te mi vagy? Semmi. Használható. Igen, ez egy bánya gyanú. Nagyon is. Gomba, meg szikla. Egy zsák, egy olyan út, amit ki kell vágnunk. Hoppá, csont. Ebben semmi. Ellenben lehet, hogy itt van valami, de semmi. Rengeteg a gomba, meg ökópont, bár szerintem ez nem számít bele. Sziklák, sziklák. Itt van egy lefelé menő út. Megint három irányba tudunk menni. Még egy szikla. Hú, lehetséges, hogy kellett volna hoznunk lámpát. Melyit el lehet veszni? Igen, itt el lehet veszni. Ah, viszont oda jutottunk, ahol... Na, itt a kezdetek. Barlangnak tűnik eléggé. És még hogy állunk? 83 azért van még benne. Craft. Van otthon tartalék. Szóval már nem túl sok egyébként persze. Egy körre van tartalékunk. Nézzük ezt az utat. Szerintem. Itt ezt. Hopp, ott van valami másfajta dolog. Ezt megnézzük, és utána... Összedjük szépen a sziklákat. Na, te mi vagy? Á, szerintem sejtem. Aha, agyag. Jó, hát az... Nem olyan sürgős. Az a B útja. Na persze. Azért. Rajta álltam, szerintem azért nem engedte. Ó! Ez viszont vas. Igen, ez bánya. Ez egyértelműen a bánya. Akkor valószínűsítem, hogy valahol lesz kén rész is. Á, itt ezt körbe lehet menni, de igazából annyi. Még erre elnézünk. Sikla. Ó! Át tudunk menni. Erre nem. Az valami lehet ott. Na mindjárt kiderül, itt van egy kis szikla mennyiség. Az zsák utca. Erre viszont tudok menni. Remélem segít nekem. A zsák utca. Na, hagyjál meg. Ez megint ilyen nyitott út. Hát
jó lenne ennek a térképét megszerezni egyébként, ennek a bányának. Ez itt lehetséges? Nem á. Nem lehetséges. Csak egy kérdés, tudunk-e? Szerintem itt lehetséges, hogy dinamittal lehet esetleg itt egyébként utat törni. De nem tudom. Na, erre meg mi van? Még egy utacska. Semmi. Ez is zsákutca. Jó, ezt lezárhatjuk. Csak nem tudom, hogy hogyan jelöljük, még mennyi van a fejszínben. 14, hát az már nem sok. Nem sok ütéserő. Még azt a fölutat, azt még meg kéne találnom. Könnyen lehet, hogy az kell hozzá, hogy kibányásszam a... itt lévőket. Vagy nem lehet bemenni. Lehet, hogy ez azért van, mert nem lehet oda bemenni. Megpróbáljuk másik irányból. Hoppá! Semmi. Gyerünk lefele, azaz. Még várjál, még várjál, még nem olyan biztos. Most már szerintem az lesz. Ja! Tökéletes. Na nézzük. Semmi. A fene vigyel. De várjál, még vannak itt dolgok. A csontváz. Opa, detoxinátor 1000 recept. Na majd mindjárt átnézzük. És még ezt tartogat számunkra valamit, de semmit. Jó, megérte. Megérte, kaptunk egy receptet. Megtanuljuk. Aha, detoxinátor. Ez lehet, hogy valami mérgezésmentesítő akármi. Rengeteg gomba. Téged nem lehet kiütni, csak diszként vagy ott. Ez a zsákutca második fele? Igen. Jó, oké, ez megvan ez az út. Hát egyrészt, hogy tudsz bányászkodni, az egy jó hír. Tehát egy kis Minecraft plusz, hogyha hiányzik valami a Minecraftból. Egy kis labirintus is, elvesződhetsz rendesen itt a nagy semmibe. De olyan szinten, hogy akár... hát, ki tudja, lehet, hogy még egyébként van itt még egy... mint hogyha ismerős lenne nekem. Igen, ez már voltunk itt szerintem. Jó, oké, menjünk kifelé. Elvileg ez már az az út, ahol ki tudok én menni. Igen, ez a bejárata az egésznek, és itt megyünk ki. Jó, megérte, tanultunk egy receptet. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy ez a recept az, ami nagyon-nagyon a szükséges recept. Kérdésem az, hogy van-e nálam bármi más. Hát igen, most igazából nem számítottunk arra, hogy túl sok mindent nem találunk. Tehát ezt ki kell mondanom, hogy ez nem az, ami, nem az, amire számítottam. Én arra gondoltam, hogy itt azért találni fogunk több mindent. Jó, viszont ezeket a bugyrikat itt el akarom tüntetni, mert van itt valami szerintem, ami miatt ez itt van. Hoppáré! Szia, fiú! Egy bátor gyanú, mert nagyon ide futott. És ma még nem volt bent a bátor. 91-es ökó, valahova nyertünk egy ökópontot.
Hát igen, egy fa erre képes. Azért azt megjegyzem. Szent János bogár még nem olyan sürgős. Na, viszont hazaértünk, megnézzük, hogy a kukorica megtermelte magát. Még nem, úgyhogy akkor még időben vagyunk. Viszont amiért most leginkább hazajöttünk, az az, hogy ezt meg is isszuk, amit most elkészítettünk. Ellenben hoztunk még két darab fadarabot. Ezzel meg elő is készítjük a dolgokat. Még a kukfű, tehát össze tudok pakolni. Ja, mert egy darabbal készül, oké. Jó-jó, az úgy tetszik. Nagyon jó. Na, és akkor viszünk ciprusfamagot, meg mindjárt komposztert is berakjuk a kezünkbe, amennyit tudunk. És fölfele ott elültetünk egy pár kört. Igazából kettőt szeretnék ott elültetni. Ezt meg gondolkodom azon, hogy... még igazából jó lenne, hogyha egy kicsit több ökopontot is szerezgetnénk közbenségben. Jó, na akkor kezdjük be ezt. Egy. Ide jöhetne a következő, ha betalálok, azaz, kettő. Meg ez három mezős, úgyhogy ez is egy gyorsan végigmenő dolog. És ide egy negyediket. Azaz. Na, oké, négy darab mag, pont annyik van, csak előtte még megcsináljuk a kötelező ütést. Így, né? És akkor most ültetjük a magokat. Hát ez nem az érces, de nem baj. Tökéletes, négy mag elültetve, előbb-utóbb nem sokára, igen, már 95-ösökkor, mert ugye azok négy pontot adtak hozzá. Most nagyon komolyan fog emelkedni az ökó. Egyébként ezt most kijelenthetem, hogy most nagyon keményen emelkedhet az ökó. Kivágjuk ezt a fát, annak érdekében, hogy egy mag, két mag. Két magot kaptunk, nagyon jó. Na, akkor először is F4-jel ezt. Igen. És akkor egy magot visszadobunk. A második maggal pedig elterjeszkedünk tovább. Méghozzá ide. Így, így. És akkor a magot ad ide. És tökéletes. Na, erről van szó. Így kell csinálni, így kell ölni a lilát. Természetesen ez egy nagy kérdés, hogy meddig kell ezt csinálni. Jó, még a kuki az még mindig nem nőtte meg magát. Ez sem nőtte meg magát. Ha lehet, hogy 50. adásra fogom azt ott megkapni. Viszont szépen megnőtte magát. Ugye idebent már... várjál? Lehet, hogy ez most egy másik idebenti rész. Ügyes, kegyél, azaz. Hanem ez is szikla. Szikla és semmi több. Itt is már át tudunk menni. Hát igazából ez ennyi és semmi több. Hát ja. Pedig oda számítottunk egy-két jó dologban. Hát ennyire. Jó, ti még nem. Ellenben itt nagyon sok a csalán, csak nem tudom, hogy mire fog ennyi kelleni nekem. Tehát ott egy jó kis csalán lelőhelyet találtunk. Azt ki lehet nyugodtan mondani. Meg találtunk rengeteg ércet. Jó, azokat vigyük is vissza. Illetve vigyük haza.
Itt van rengeteg vas. Na, megnőtt a kukorica. Ez az. Így adás végére ez jó is jött. Mert hogy ez bizony... Ez bizony 20 kukorica. És ezzel az éléstárunk igencsak meg lesz oldva a következő napokra. Várjál, a víz kell. A kukorica lepcetjéhez. Na, akkor egyelőre most a tea az most így megáll. 13 tea azért az nagyon-nagyon komoly mennyiség. Így. Akkor ide semmi, ellenben ide jön a... Igen, csak nem tudok berakni. Nagyon jó. Téged be tudlak rakni, meg a kavicsot is be tudom rakni. Mondjuk azért örülnék, hogyha a sziklának kitalálnánk azt, hogy mi a... mire tudjuk használni. Igazából azt jó lenne megtudni. A hármas darab... bemenjen oda. Azaz. Most egyelőre most a kukoricával el leszünk egy ideig. Most elővesszük a... És most ezt az egészet itt szépen benyessük. És még bővítünk is. Na. Azaz. Behallatszódik, nem baj. Dolgoznak. Az a lényeg. Hát most megindítjuk egy kicsit a termesztést. Azt ki kell mondanom. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy mindet föl kellett volna erre használnunk. Hú, kemény kukorica lesz ebből. Kemény mennyiség. Álmosság. Már 18 órakor. Na és akkor kukorica, amennyit tudunk. Egyébként kémiába kaptunk egy Bruce receptet, majd mindjárt ránézünk erre, amit legutóbb kaptunk. Ennyi a kukorica csak! Hát ez szívá! Szívá le, Kukki, mert csak ennyi volt a kezünkben. Jó, most viszont már mindent elültettünk, úgyhogy egyszerre is ültettük el, itt nagyon kemény kukorica kaja lesz itt nem sokára. Hú-hú. Most mindegyiket megfőzzük, egyébként az biztos. És elköszönünk a kedves nézőktől, mert nagyon lejárt az adásidő, már belógtunk a következő adásba. Sziasztok!